2014. márciusában tartottak legutóbb parlamenti választást Szerbiában. A szerb haladó párt és szövetségesei nagy fölénnyel nyerték a voksolást akkor. Most másfél év után újra az a kérdés, hogy lesznek-e ismét választások köztársasági szinten. A szerbiai parlamentben többséget alkotó pártoknak nem egyezik a véleménye arról, hogy szükség van előrehozott parlamenti választásokra. Míg egyes haladó párti kormánytagok azt mondják, szükség van a voksolásra, addig az államfő szerint most nem kellene az urnák elé járulni. Naravno da ne mogu da utičem hoće li izbora biti ili neće. Mislim da sam kao predsjednik države dužan da uvedam svoj lični stav. I on ne zavisi od mojih interesa, nego sagledavam da li je nešto potrebno ili nije. Ivica Dačić, szerb külügyminiszter, a szocialisták elnöke szerint szerbiai politikai rendszer stabil, ezért ellenzi a rendkívüli választásokat. Bojan Pajtić, a demokrata párt vezetője, a ritka jó döntések egyikének tartja az előrehozott választásokat. Alekszandar Vučić, miniszterelnök ma azt mondta, az ország érdekeit nézi, nem pedig azt, hogy ki áll döntése mellett és ki van ellene. To da li će neko da podrži ili neće, kad je reč o gospodinu Dačiću i o gospodinu Nikoliću i o svakom drugom. Podržali, ne podržali, isto je ukoliko ja podnesem ostavku, izbori moraju da budu. A közvéleménykutatások szerint továbbra is a haladókat támogatják legtöbben.